Kedves nézőink, már is folytatjuk a pirkadatot. Ezúton Naszai Gábort köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egységes közlekedési szakszervezet vezetőjét. Nézzük meg, ha lehet más szemmel, hogy pestiesen fogalmazzak, mi a bánat zajlik a Budapest bérletek kapcsán? Mert én azt látom, hogy lehet, hogy vannak olyan információk, amiket a közvéleménnyel még nem osztottak meg, legyen szó kormányról, fővárosról, mert mintha valami nem lenne teljesen kerek ebben a történetben. Igen, ebben azt tetszik, hogy nézzük más szemmel. Ugye én azt tapasztalom, mint az elmúlt időszakban, december 20-a óta, hogy akkor volt felém egy megkeresés az egyik médiát, hogy beszéljek erről, hát nem, én ezt nem tudtam elvállalni, mert szerintem sokkal többet most sem tudunk, és találgatások zajlanak, és nagyon sokan, nagyon sok szemmel nézték már ezt a megállapodást, nem megállapodást, és ami a legizgalmasabb szerintem, az a tegnapi nap eseményei, amikor is én úgy érzem, hogy ugye két találgatás erősödött leginkább, az egyik az biztos, hogy egy politikai harc dúl, és ebbe én nem nagyon szeretnék állásfoglalni. Persze, ez világos. Az egyik a Vitézi Dávid pozícióba hozása, ugye, ami erősödött, hogy itt az egész arról szól, hogy az LMP megjelöli, mint főpolgármester jelöltet, a Fidesz beáll mögé, és akkor eljátsszuk azt, hogy hát egy kívülről, mint tarlós, nem politikus, és legyőzzük, milyen lesz Budapest. Azért egy ilyen szintű konspirációban én nem hiszek. Tehát ugye ennek akkor el kellett indulnia a tavalyi választást követően, amikor pont Lázár János rúgta ki Vitézit, mint közlekedési államtitkár. Azóta is kemény kritikákkal illeti, elsősorban szakmai kritikákkal Vitézi, Lázár, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy Vitézit is sokan kritizálják, sőt, már ugye azt is mondják, hogy hát ő nem közlekedési szakember, nem közgazdász. Maradjunk annyiban, hogy ő igazán ért a közlekedéshez. Lehet, hogy nem ezt tanult elsődlegesen az egyetemen, de hogy minden idegszálával erre koncentrál és képzi magát is. És szerintem azért kevesen tudnak többet akár ebben az országban is nála erről. Ezt szögezzük le. Tehát én azt gondolom, hogy ő szakmai érveket hoz. Ami miatt érdekes nekem, hogy egyáltalán jelöltként pont Karácsony ellen szóba kerül, az, hogy egyrészt, ami az előnye Vitézinek, hogy ért ehhez, az a hátránya, mint főpolgármesternek, hiszen azért egy város működtetése nem csak a közlekedésből. Rengeteg minden más van. Igen. És azért én annak idején szegényt igen sok kritikával illettem, és nem szakmai, feltétlenül szakmai kritikával, mint BKK vezérigazgatót is, és a jelenlegi főpolgármester figyelmet is anno fölhívtam arra, hogy csak akkor kérje föl ismét erre a cég vezetésére, hogyha a például BKV-s dolgozókat el akarja magától idegeníteni, mert azért ő nem túl népszerű. Nem volt túl népszerű vezérigazgató. De mondom, én nem akarom őt nősíteni. Ezt a vonalat én túlságosan erőltetettnek tartom, és számomra tegnap derült ki, hogy az, amit inkább valószínűsítettem, az erősödhet, illetve én úgy gondolom, hogy itt Lázár János kapott egy feladatot, és kapott egy határidőt, hogy valósítsa meg. Ugye tavaly elindult a Vármegye bérletnek nevezett, nem szeretném részletezni, utazási feltételváltozás, amit ők szerettek volna úgy áttolni mindenkin. Ehhez képest ugye eljön kormányzatok, hát hülyék lettek volna azt mondani, hogy jaj, jó, hát akkor majd mi elfogadjuk, aztán legfeljebb elveszítjük a bevételünket. Ezért nem értem, mert hogy mindeközben ugye oké, most lehet Budapesttel példálózni, ugye tegnap hogy Lázár János Debrecenben járt. Tegnap igen. Ezért mondom, igen. Érdekes. De belegondolok, hogy ott van Miskolc, aminek jelentős saját közlekedési hálózata van, Szeged, hogy akkor velük is le kell nyeletni ezt a békát, ha ez béka? Ugye
Ezen a sajtó beszélgetésen, vagy én nem tudom, igazából ez is nagyon furcsa volt, mert én ezt a stílust, amit ez a miniszter képvisel, emberileg nagyon nehezen tudom elfogadni, tehát borzasztó minőségben. Bár tegnap azért viszonylag visszafogott volt. De ugye azt mondta, amire aztán utána a főpolgármester válaszolt is, hogy hát akkor gyerünk, menjünk ebbe az irányba. És azért nagyon fontos ez a, én azt gondolom, álnaív megnyilatkozás, mert Karácsony Gergely szerintem pontosan tudja, hogy az elv nagyon jó, abszolút én is ebben gondolkozom, sőt, tehát ugye egy picit bogozzuk ki, semmi másról nem szólt egyébként a főváros elképzelése 2019 óta sem, és itt érdekes, hogy a vitézit akarják Karácsony ellen indítani, aki egyébként nagyjából ugyanazt gondolja erről, mint Karácsony. Sőt, mondom, hát Karácsony föl is akarta kérni. Nagyon helyesen egyébként bizonyos szakmai területeken azt a tudást hasznosítandó, amit Vitézi Dávid birtokol, ez szerintem egy nagyon jó irány lett volna. De hát azért azt gondolni, hogy azt mondta Lázár János, hogy borzasztó egyszerű ajánlata van, fogadjuk el kölcsönösen ezeket az utazási jogosultságokat. Sajnos én azt gondolom, hogy valóban borzasztó egyszerű az ajánlat, és nem szól másról. Na most így ugye az összes többi reakció értelmezhető, hogy hát ha ez nem szól másról, nem szól pénzről, nem szól finanszírozásról, akkor nincs miről beszélni, hiszen az azt jelenti, például ön elmegy ugye budapesti lakosként, vesz egy bérletet. De hát akkor miért venné meg a BKK által biztosított bérletet, amikor veszek egy másikat, amivel bárhol közlekedhetek. Ugye a BKK által adott bérlet az a közigazgatási határig érvényes, ezt egyébként meg is erősítette Lázár János, hogy szó nincs arra, hogy ők is országosan elfogadnák ezt az utazási jogosultságot. Míg csak a Pest megye bérlet, ugye érvényes lenne az agglomerációs közlekedés. És itt az izgalmas rész, amire szerettem volna kitérni, hogy a jelenlegi városvezetés nem az agglomerációról beszélünk, a volánbuszokról, a hévekről, miközben ugye a hév, tudjuk, a Csepeli például kisebb az agglomerációban, de valami érdekes hagyomány miatt csupán az agglomerációnak egy szűk szegmense az, amit kék busszal biztosít a hát most ugye jelen pillanatban az állam, holott mi különbség van például Török Bálint, vagy tudom én, Dunaharaszti között, tehát sőt, hát Haraszti közelebb van, de oda sárga busz megy. Tehát ez egy értelmetlen dolog, és azt mondja a városvezetés, hogy az egészet szeretné integrálni, ugyanezt mondja egyébként Vitézi Dávid is, sőt, sokkal kijebb tolnám ezt a határt, hiszen sokkal több a napi városba közlekedők száma, hogy ezt hogy lehet megoldani. Nyilván ezért kéne integrálni az elővárosi vasutakat, Vitézi is ezt képviselte, ugye mondom, a Karácsony is, tehát igazából itt nincs vita, a másik oldalon, a finanszírozás kérdésében van vita, és ezért mondja azt a főpolgármester, hogy üdvözli, hiszen az ő programját akar megvalósítani, csak hát ugye, ahogy megszoktuk, erőből, tehát én majd ezt megcsinom, aztán old meg a problémádat. Tehát miután mindent elvontam tőled, fizessél, amikor nem jön. Tehát először ugye lecsökkent a 2010 óta, és azért izgalmas ez a Vitézi vonal, mert azért Tarlós idejében sem volt könnyű helyzetben a főváros. Hát Tarlósán se arról szólt, ugye nem hallottunk arról, hogy Tarlós István mondta, hogy hű, de jó, végre felélegezhetünk, mert több pénzt kaptunk, nem. A 30 milliárd forintos állami finanszírozás lement 12 milliárd forint, és ez Tarlós idejében kezdődött. Miközben hát az árakat, vagy akár a béreket, hát ugye nem lefelé mentek, hanem legalább ilyen mértékben, vagy arányban fölfele, ha nem több. Tehát a 30 milliárd, vagy a 12 milliárd nem az egyharmada a 30 milliárdnak, hanem mondjuk a tizede lehet. Tehát itt állami finanszírozás után most akkor kiveszem az utasok általi finanszírozást is, mert hogy akkor gyakorlatilag ugye azt nem gondolom egyébként, hogy a menetjegyek esetében is ez lenne a helyzet, mert a menetjegy az másképpen van minősítve, jelenleg is ugye bérletek azok, amiket elfogadnak kölcsönösen, de gyakorlatilag a bérleteket szerintem
nagyon súlyos helyzet alakulhat ki, mert itt a budapesti lakosok majd politikai szimpátia alapján fogják azt mondani, mert semmi egyéb miatt nem fogja azt mondani az ember, hogy én a BKK bérletet fogom megváltani, hanem azért, hogy a budapesti politikai közösséget támogassa, mert ez most éppen ellenzéki, ugye nem sok van már a választásokig, ugye júniusig, úgyhogy ezt se tudjuk, hogy hogy lesz utána. De aki racionálisan gondolkozik, az nyilván azt a lehetőséget fogja választani, bármi történik, akkor nyugodtan nem kell a közigazgatási határnál kiegészítő jegyet vennem, rendszeres utazóként nem kell bérletet váltanom erre a szakaszra. Tehát ez így, ha ennyire egyszerű ez a kérdés, akkor ugye nincs miről beszélnem, ez egy komolytalan, én azt gondolom, hogy megalázó, az, hogy egyáltalán ezt megengedi magának a miniszter, megalázó ajánlat. Ugye az is elhangzott, hogy a vármegye bérletek azok növelték a bevételt, ugye azt mondta, hogy nőtt a jegyértékesítés, én ezt nem vitatom, tehát lehet, hogy egy értékesítés növekedett, azt viszont vitatom, hogy ettől az összbevétel az utazóközönség részéről növekedett volna, és pont ez a lényeg, hogy még többet ugye erre a rendszerre beszívni pénzt, hogy működhessen, és a hiány csökkenjen. Ugye megint csak arról Lázár Jánosról beszélünk, aki éppen ma fog ajánlatot adni a MÁV-Volán csoportnak. Ugye a béremelés tekintetében. Bére kapcsolatban, aki ne nyilatkozhat, hogy hogy gondolják a dolgozók, hogy ők béremelés követelnek, mikor az milyen sokba kerül. Igen, mindenhol sokba kerül, és ez fontos, hogy ahogy ugye sikerült így lerontani a pénzértékét, a fizetőeszközt, a dolgozókat megviselte ez az iszonyatos infláció, mert ugye lehet arról beszélni, hogy lecsökkent egy számjegyűre az infláció, igen, de volt egy időszak, mikor nem csökkent le, és szerintem az, hogyha éves szinten valakinek csak 10%-ot csökken a reál keresete, az pont 10% hiányzik a büdzséből. Tehát világos. Ide is sajnos kell pénzt. Nem akarok rém híreket itt fölvázolni, ez nem lehet, hogy az lehet az egész mögött, hogy most elkezdődnek a megbeszélések, és Lázár János miniszter úr azzal az ajánlattal fog előni, hogy jó, akkor adunk valamit, de nem 12-t, hanem csak 8-at, 6-ot. Ez a kérdés, ez feltételezi azt, ami Lázár állítás, hogy itt 2 milliárdos tételen vitatkoznak. Aha, jó. Ugye, mert ugye ez senki nem, meg, ugye azt mondta, hogy elaludt a főpolgármester, meg még nem kezdtek el dolgozni, ugye ez egy hülyeség, mert látjuk, hogy aktív akár a főpolgármester. Azt mondja, hogy ezen vitáznak, itt nem két, itt 100 milliárdokról beszélünk, tehát az a 2 milliárd forint, meg hát ugye azon, még elég nagyság. Igen, azt gondolom, hogy ez még egy ilyen vita tekintetében sem tekintető jelentősnek. Nagyon kíváncsi leszek, hogy fog ez folytatódni, ahogy arra is, hogy mi tud lépni a MÁV és a Volán csoport, úgyhogy szerintem legközelebb ezekről is tudunk beszélgetni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Lehetőséget is. We'll be right back.